Jopál Salpát választották meg ismét országgyűlési képviselőnek. A vasárnap megtartott voksoláson rekordszámunk közel 35 ezer szavazatot kapott. Térségünk országgyűlési képviselője köszönetet mondott mindenkinek, aki elment szavazni és élt állampolgári jogával. Kedves barátaim, úgy néz ki, hogy sikerült rekordgyőzelmet aratnunk a Rába közés sokoraljai választókörzetben. Szeretnék mindezért köszönetet mondani mindazoknak, akik elvettek szavazni, illetve mindazoknak elsősorban, akik a Fidesz-KDNP-t támogatták a voksukkal. Szeretnék mindemellett köszönetet mondani mindazoknak, akik támogattak minket a kampányunkban, akik segítették a kampányunkat aláírásgyűjtésben, mozgósításban. Több száz ilyen aktivista vett részt a kampányunkban, rendkívül hálás vagyok az ő munkájukért. És természetesen köszönöm a családomnak azt a türelmet, azt a támogatást, amit az elmúlt ciklusban, illetve az elmúlt néhány hónapban a kampányidőszakban tanúsítottak felém. Hajrá Rába közés sokorolja, hajrá Magyarország! Második lett Kovácsné Varga Ildikó, az ellenzéki összefogás jelöltje, és harmadik helyen végzett Ferenc Gergő, a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselőjelöltje.